összeállításokat nézzük meg időközben, első alkalommal a Soroksárt, itt az az érdekes, hogy az elmúlt fordulóhoz képest négy helyen is változott az összeállítás. Lipcsei Péter úgy döntött, hogy a kapuban például cserél, Szécsi Gergő került be, ami önmagában is kuriózum lesz majd, hiszen a testvérével, Szécsi Márkkal nézhet farkas szemet, Szécsi Márkkal, aki támadója, a Soroksár kapusa pedig Szécsi Gergő, így a testvérek egymás ellen küzdhetnek majd ezen a mérkőzésen. Hát érdekes lesz majd, mikor Szécsi Márk rávezeti a labdát a tesójára. Nézzük meg a Debrecen összeállítást. Az elmúlt fordulóhoz képest itt nem nagyon van változás, mindössze egy poszton változtatott Huszti Szabolcs és Toldi Gábor, Ugrai Roland került be a kezdőcsapatba. Ő tehát bizonyíthat a mai mérkőzésen. Gólpasszt adott ugye a legutóbbi fordulóban, még a szünetet megelőzően Pécsett, Ugrai, és hát meggyőzte ezek szerint a szakmai stábot azzal, hogy arra is érdemes, hogy a kezdőcsapatba kerüljön. Ezzel meg lehet indulni. Szerető lopakodik a jobb oldalon, most megy az indítás felé, és ezt még be is érheti. Kinyik érkezik meg. Szerető gyönyörű csellel, Szerető a bepasszal, és nem talál embert. Jó a felpassz, ez a továbbítás viszont már nem. Ugrai indulhat meg ezzel, Dzsuzsák zárkózik, Dzsuzsák belép az üres területre, Dzsuzsáktól még egyet rajta, aztán jön a beadás, és az érkező, ott a gól vezet a Debrecen, Szécsi Márk talál be a tesójának. A labda kihozatalokban aktívan részt vegyen, és zömében jól is játsza meg, Dzsuzsák megint. Nincs kezezés, lövőhelyzet, Pintér még mindig ő, ott a lövés, Szécsi vér egy óriásit. Csontos. Kinyik volt szabálytalan, ez viszont így előtt szabály és óriási lehetőség, Gróf véd nagyot, és a kipattanó is kis hián jó lett. Bódi még, jön a jobb oldalon Bévárdi remekül, belül három debreceni, Bévárdi most néz fel Szécsinek, magas, Ugrai, óriási gól, 2-0. Hát ezt kőkeményen beverte Ugrai, ahogy szokták mondani, a lécről. Erről nem tehetett Szécsi Gergő. Pászka, az jó, ezúttal nincs les, belül üres ember, jön a bepassz, el is jut Hudákhoz, Grófvéd óriásit is kipattan róla. Vargának sarokkal, Varga lövőhelyzetben, inkább passzol, Pintér, még tovább. Bévárdi laposan, Pintér lövőhelyzet, most lövi el, Szécsiről jön ki, és most vágja el Csontos Dominik. Ez is szép támadás volt, lövőhelyzeti kiátszva, volt erő ebben a kísérletben, nem ment eléggé sarokra. Bévárdi labdaszerzése is ezzel, meg is indulhat Bévárdi. Jön a kiugratás Báránynak, nincs les, Bárány helyzetben, Bárány még, Szécsi vér egy óriásit. Na nézzük a szabadrúgást közben, letelt a rendes játékidő, Ramadan, Gróf ér hozzá. Két perc lesz a hosszabbítás közben, ezt is megmutatják. Természetesen tudtuk, hogy egy nagyon nehéz mérkőzés vár ránk. Nem tetszett ma a csapatom, főleg az első fél időben, hiszen nagyon sok hibát vétettünk, és abból is kaptuk a gólokat. A végén azért kivégezhettek volna minket, tehát azért több helyzetük volt. A második fél időben viszont az elsőben is volt nekünk 1-0-nál egy zicserünk, és itt a második fél időben is 2-0-nál, tehát közelebb kerülhettünk volna. Úgyhogy még egyszer gratulálok a Debrecennek, és további sok sikert kívánok nekik, hogy érjék el a céljukat, hogy az NBA-be tudjanak jutni. Röviden a mérkőzésről, egy kulturáltan futballozó Soroksárt sikerült ma véleménye szerint magabiztosan megverni. Az első fél időben, annak ellenére, hogy sikerült két gólt szereznünk, nem volt tökéletes a játékunk, sok hibával futballoztunk, de a második fél időben meggyőződésem, hogy jelen helyzetek is mutatták, nagyobb különbségű győzelmet is arathattunk volna, de a 2-0 is azt gondolom, hogy megérdemelt, magabiztos győzelem, és ezért gratulálok a csapatnak.